Az ördöginas népmese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer a világon egy szegény ember meg egy szegény asszony. Nagyon szegények voltak, alig volt betevő falatjuk. Egyszer a szegény ember elment az urasághoz, aratást vállalt. Az uraság nagyon komisz ember volt, nem is hívták másként a környéken, csak zsarnok úrnak. A szegény ember alig tudott kialkudni valamit a munkájáért. Elment aztán aratnai a feleségével, vittek egy kevés kenyeret a tarisznyában, fölakasztották a föld végén egy fára. Odaakasztották a holmiukat is. Hozzáfogtak aratni, az ember kaszált, az asszony szedte a markot. Jól elhaladtak a fától, mikor arra csavargott egy ördögfi, nem sokat teketóriázott, levette a tarisznyát, éhes volt nagyon, megette a kenyerüket. Aztán visszament a pokolba, s az ördögök megérezték rajta az ételszagot, megrohanták. Azt gondolták, van nála valami. Az ördögök fejedelme, Lucifer meglátta a verekedést, ott termett azon nyomban. Mi ez a csetepaté? Elmondta az ördögfi, hogy megette a szegény ember kenyerét, annak a szagára rohanták meg a többiek, azért gyötrik. Megszolgáltál a szegény embernek az ételért. Nem én. No, akkor menj vissza, és szolgálj meg érte. Visszament. A szegény ember éppen befejezte az egyik táblát, az ördögfiú odaköszönt neki. Jó napot, gazdám, fogadjon fel béresnek. Nem lehet, fiam, magam is szegény vagyok. Nem számít, nem kell én nekem semmi, csak amennyit enni ad. Nem lehet, fiam, amit mondtam, megmondtam. Megmondta, de én akkor is itt maradok béresnek. Ám alig, hogy az asszonyt hazaküldték, még el se kezdték, a béres már is elunta az aratást. Gazdám, üljünk az árnyékba, meleg van. Nem úgy van az, mit mond az uraság, még enni sem ad, ha nem aratunk. De nem tudott mit kezdeni vele, odahúzódott mellé az árnyékba. Délben meghozták az ebédet, s nézik, hogy a másik táblán még egy árva kaszavágást sem látni. No fene, ezt még el se kezdték. Meleg van, majd a hűvösben levágjuk, így a béres. Az ebédvivő asszonyok elmentek, az ördög meg csak hajtotta a magáét. Vétek ilyen melegben dolgozni. Muszáj volt pihennie a szegény embernek, mert marokszedő nélkül maradt. De aztán lassan beesteledett, felkelt az ördögfiú, végigment a búzatáblán. Aras, kös, aras, kös. Reggelre a másik tábla is pakban volt, learatva, felkötve az egész. Örült a szegény ember, dicsérte az ördögfiút. No hát, fiam, még ilyet sose láttam, mégis tudsz te valamit. Befejeztük, ami egy napra szólt. Ügyé egyeztek meg zsarnok úrral, hogy annyi termés lesz a fizetség, amennyit szalmástul a hátukon elbírnak. Behordták a kévéket, két nagy asztaggal lett zsarnok úr udvarában. A szegény ember meg az ördögfiú vittek egy-egy jókora kötelet, hogy a hátukra veszik, ami jár. A szegény ember két kévét rakott a kötélbe, de az ördögfiú ott sürmölgött a nagyobbik asztagnál. Zsarnok úr rá is szólt. Mit akarsz, fiam? Azt vizsgálom, melyik a nagyobb. Aztán addig sürmölgött, hogy egyszerre felemelte az asztag búzát. De a pajtától nem fért ki vele, letette az asztagot a hátáról, a pajtát arrébb tolta, úgy vitte ki a gabonát a hátán. Másnap már, ahogy kiértek a földre, elkezdte hajtogatni. Üljünk az árnyékba, meleg van. Nem úgy van, az fiam, arassunk, mert kevesli az uraság nagyon a tegnapi munkát is. Ha kevesli, ha nem, melegben akkor sem jó aratni. Pihenjünk csak, az én gondom lesz ma is, hogyan csináljuk. Nem lehetett kicsalni az árnyékból. Délben hozták az ebédet megint, rájuk csodálkoztak az asszonyok. Maguk csak heverésznek. Eljött az este, hozták a vacsorát, de még akkor sem fogtak bele az aratásba, pedig rettentő nagy táblát vállaltak fel az uraságtól, hát nagyon elcsodálkoztak mind az asszonyok, akik az ételt hordták. Bántotta a szegény embert is a dolog, terhére volt a sok kérdezősködés. Gyerünk, fiam, arassunk! Nem, gazdám, csak heverjen, az aratás az én dolgom, én egy-kettő végzek véle. Aztán aras, kös, aras, kös. Reggelre megvoltak az egésszel. Hozták az asszonyok a früstüköt, s akkor kezdtek csak hüledezni. Hű, mikor aratták le ezt a sokat? Éjjel vetette oda nekik a béres, s mentek a fizetségért. Zsarnok urat majd megütötte a buta. Jaj, mit csinálsz te, fiam? Mit csinálsz? Koldusbotra juttatsz. Mind elviszed a búzámat. Az ördögfiú rá se hederített, Zsarnok úr végül odaszólt a szolgáknak. Hé, eresszétek rá a szilajtinókat, hadd rugdossák le az asztagot a hátáról. Kiengedték a szilajtinókat, de vesztükre, mert az ördögfiú félkézzel, farkuknál fogva felhányta mind az asztag tetejére. Zsarnok úr már toporzélkolt dühében. Eresszétek rá a szilajdisznókat, hadd túrják le az asztagot a hátáról. Kiengedték azokat is, de az ördögfiú mind felhányta az asztag tetejére. Eresszétek ki a szilajcsikókat, hadd rugdossák le az asztagot a hátáról. Kiengedték, de azok is az asztagra kerültek. Így ballagtak ketten hazafelé. A szegény ember elfáradt. Fiam, pihenjünk egy kicsit, megfájdult a derekam. Mi az a pihenés, gazdám? Nem tudod? Letesszük a hátunkról a búzát, leülünk melléje, pihenünk. Majd utána jobban bírjuk. Letette az ördögfiú az asztagot a hátáról, s a fejét csóválta. Hej, gazdám, ha tudom, hogy mi a pihenés, a másik asztagot is elhozom. Ejnye, fiam, hát nem elég, amit hozol. A sok jószág, minden. De Zsarnok úr sem nyugodott, már folyton azon törte a fejét, hogy bánjon ki a szegény emberrel. Annak megvolt két lova, mint a gerebje, olyanok voltak, míg az ördögfiú nem kezdte elgondozni őket. Attól fogva szépen kerekedtek, híztak, jó volt rájuk nézni. Addig, hogy Zsarnok úr is megirigyelte a két szép lovat. Magához rendelte a szegény embert. Látom, büszke vagy a lovaidra. Ha olyan erős állatok, menj velük az erdőre, hord össze a 366 ölfámat, rakd boksába, reggelig éges belőlük faszenet, különben enyémek lesznek a lovaid. Hazament a szegény ember, mondja a legénynek. Jaj, fiam, azt parancsolta a nagyságos úr, hogy a 366 ölfáját égessem meg holnap reggelig. Hogy tudnék én annyi fát megégetni? Ne törődjön vele, gazdám, majd én megégetem, ne féljen. Kiment este az erdőre, s úgy megégette a tömérdekfát, csak a hamuja maradt. Mikor Zsarnok úr megtudta, milyen kárt csináltak neki, csak hápogott. De másnap megint kifundált valamit. Csontokkal pakolt meg egy csomó zsákot, azt bízta a szegény emberre. No, te híres, vidd el a lovaiddal a 77 zsák búzámat a malomba, őröltesd meg. A szegény ember hazament, elmondott a legénynek mindent rendre, milyen parancsot kapott. Nincs baj, gazdám, majd én elmegyek a malomba. Bekocsizott Zsarnok úr udvarába, felpakolta a zsákokat, vitte. A malomban a molnár legény kiadta az útját. Letelt az őrlés ideje, nem őrölök egy zsákkal sem már. De hogy nem őrölsz? Ha meg nem őrlöd, téged őröllek meg. Nem figurázott tovább a molnár legény, hozzálátott az őrléshez. Öntötte volna a búzát a garatba, hát csak úgy zörögtek a csontok a zsákból kifelé. Nem búzát hoztál, hanem csontot. Ha a tüzes mennykő van benne, akkor is meg kell őrölnöd. Muszáj volt a molnár legénynek, meg is őrölte az utolsó darabig. Hazahajtott a legény, beszólt Zsarnok úrnak. Nagyságos úr, itt a liszt, süssön belőle, amit akar. Hely, majd megette a fene Zsarnok urat, hogy őrölhette meg a molnára csontot. Holnap reggel a pokolba vigyél a híres lovaidon. Erre megijedt ám a szegény ember. Hogy vihetném, mikor azt sem tudom, a pokol merre van. Ne bánkódjon, gazdám, mert én tudom, hisz az ördögök már csak tudják. Én pedig az vagyok. Emlékszik még, mikor a kenyerét megették? Emlékszem, fiam. Én ettem meg, de Lucifer visszakergetett, hogy szolgáljak meg érte. Megszolgáltam-e? Hoho, fiam, 100-szor is megszolgáltál. Akkor pedig ideje hazamennem, elviszem a nagyságos urat is magammal a pokolba, nem lesz rá többé gondja. Reggel befogott a legény, felült a bakra, a gazdája meg melléje. Mentek Zsarnok úrért. Nagyságos úr, megyünk a pokolba. Eredj innen, még nem is früstököltem. Sehogy sem akart a szekérre ülni. Ijesztgette csak a szegény embert, nem gondolta igazán. De az ördögfiú nem engedett. Azt mondta, hogy vigyük, most már ha akarja, ha nem, jönnie kell. Erigj innen, mert kapsz